Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy heti jóslás július 18-áig. Az első kártyáknak mindig van egy fontos jelentősége. Itt látható ez a könyv. Ez utalhat továbbképzésre. Itt lesz egy változás. Viszont, ha anyagiakról van szó, amit itt a halak jelentenek, itt van ez a ravasz róka, tehát ez a továbbképzés vagy túl drága, vagy nem a megfelelő időpont az anyagiak miatt, hanem halaszd el ezt későbbre. Ez a könyv jelentheti a titkokat is. Lehet, hogy valaki eltitkol előled valamit, de hamarosan kiderül az igazság. De ha neked vannak titkaid, akkor azt őrizd meg, mert itt van ez a ravasz róka, a hamisság, és az azt jelenti, hogy akkor mások elmesélik másoknak, tehát ez is kiderül. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a képen. A feletted lévő kártyák utalnak a te gondolataidra. Itt tudásról van szó, vagy egy bizonyos könyvről, de arról is, hogy vannak titkok a háttérben, lehet, hogy hamisságokról van szó, de hamarosan elmúlik ez a helyzet, hiszen ez a kasza elvágja ezt, és kiderül az igazság. Ha van egy lelki társad, akkor az ő itt látható a képen, és gondol rád, hiszen te megjelensz az ő gondolataiban. És ez a lovas férfi utal a mozgásra, tehát ez a férfi tervezi azt, hogy visszatér hozzád, és előre mennek az események. Ő jelen pillanatban kifele tekint, nem a képeket nézi, tehát eltekint attól, ami végül is fontos lenne számára, vagy számotokra. De ennek ellenére látható, hogy gondol rád, és hamarosan jön ez a mozgás, tisztázódik valami, ezt jelenti ez a lilium, és a nap is, ő útban van hozzád. Ez a lovas férfi lehet egy más férfi is. Itt látható a horgony, ami szimbolizálja a munkát, tehát egy munkahelyi kapcsolat. Az lehet az ő munkahelye is. Itt a lilium jelzi azt, hogy tisztázódik köztetek valami, de a lenormált kártyánál a lilium jelzi a testi kapcsolatot is. Az lehet, hogy te nem tudsz erről, de van valaki a környezetedben, akinek vannak ilyen szexuális gondolatai veled kapcsolatban. Egy levél, egy hír várható külföldről, vagy egy szerződés, ami szerencsét hoz. Itt is látható ez a szerencse. És ez a felhő, amikor minden olyan átláthatatlan, az hamarosan elmúlik, mert az egerek ezt eltávolítják. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, ott felfalnak mindent, és akkor az nincs ott, tehát eltávolítanak valamit, és ez erre a felhőre vonatkozik. Nem csak a külföldi kapcsolatokra hat ki, ahol miután eltávolodott ez a felhő, és kivilágosodik valami, akkor lehetnek itt újdonságok, vagy egy új hír, egy új kezdet és beszélgetések. Amire a felhő és az egerek még kihatnak, az a szerelmi kapcsolat, hiszen itt van ez a szív. És ez a kereszt utal egy kármikus kapcsolatra, amikor a sors utak kereszteződnek, tehát egy fontos párkapcsolat mély érzelmekkel és szerelemmel.
jelen pillanatban még itt van ez a felhő, amikor még minden olyan bizonytalan, de hamarosan jön itt egy hír, és az egerek segítenek abban, hogy ez a felhő, ez elmúljon. Nem csak a felhő jelenik itt meg, hanem ez a hegy, ami utal problémákra, nem csak a szerelmi életet illetően, hanem ami a családot jelenti, hiszen ez a ház utal az otthonodra, a környezetedre, a családra, de ezek a nehézségek, ezek hamarosan elmúlnak, hiszen ez a koporsó lezárja ezeket a témákat. Javul a helyzet a környezetedben, a családban, légy biztos ebben, és itt megvan akkor a belső erő és a szeretet. És ami a szerelmi ügyeket illeti, mint mondtam, az egerek eltávolítják a felhőt, ami arra utal, hogy még minden olyan átláthatatlan. És a múltban voltak nehézségek, ezt jelenti ez a hegy, de itt van a koporsó, ami befejezi ezeket a témákat. És a hegy után megjelenik ez a virágcsokor, ami azt jelenti, itt lesz egy kellemes meglepetés, szerencsével jársz, és nem csak a négy levelű lóher utal erre a szerencsére, hanem a csillagok is. De még kell egy kis türelem, amíg ő újra jelentkezik, amíg itt rendeződnek a dolgok, de hamarosan ez megvalósul. Ez a kígyó utal megújulásokra, változásokra. Lehet, hogy úgy mellék úton jön, de itt változik valami. Összefüggésben áll ezzel a horgonnyal, ami szimbolizálja a munkát. Tehát lehet egy munkahelyi változás is. A kígyó utal gyógyulásra, tehát ha van valaki a környezetedben, aki beteg, itt lesz gyógyulás, megvan az életerő is. És visszatérve erre a férfire, aki gondol rád, és megvannak ezek a gondolatok, ami a testi kapcsolatot illeti, és te ismered őt a munkahely által, ami az ő munkáját is jelentheti. És itt van ez a gyógyító erő, ugyanúgy, mint a fánál, és ez a torony lehet egy kórház is, akkor az azt jelenti, hogy ez a férfi egy orvos, és gondol rád. De te nem tudsz erről. Ez a kígyó lehet egy barátnő is, hiszen itt a kutya jelzi ezt a barátságot. De megjelenik ez a ravasz róka, tehát egy hamis barátnő. Lehet, hogy megbántott téged, vagy hazudott, vagy becsapott téged. Emiatt lelkiismeret furdalása van, és így ebben a toronyban érzi magát, úgy fogva érzi magát, ez kihat az ő érzelmeire, hiszen a hold ezt jelenti, de újra keresi veled a kapcsolatot, itt megvan ez a barátság, a nyilvánosság, és ez a virágcsokor azt jelenti, hogy lesz egy meghívás, vagy megajándékoz téged, így akarja valahogy rendbe tenni a dolgokat. Én most összefoglalnám. Itt tudásról van szó, de titkokról is. Ha vannak titkai, nem mondd el másoknak, mert az kiderül. Itt van egy hamis barátnő, és elárul téged. Lesz egy jó hír külföldről, de ez a hajó nem csak külföldöt jelzi, hanem egy belső utat, egy spirituális területet, ezen itt szerencséd lesz, és a virágcsokor utal egy kreatív tevékenységre. Ami még átláthatatlan, az hamarosan elmúlik, és számíthatsz arra, hogy itt beszélgetések lesznek, egy új kezdet, egy új irány. Ami a családot és a szerelmet illeti, itt tisztázódik valami. Legyen meg a belső erőd,
vedd kezedbe ezt a kulcsot, légy magabiztos. Itt van egy gyógyító hatás, az lehet a hivatásod is, vagy a szerelem, a párkapcsolat egy ilyen területről jön. Nem csak ez a titokzatos férfi gondol rád, és őt ismered a munka által, lehet egy orvos is, hanem a te lelki társad itt is megjelensz az ő gondolataiban, de ő még nagyon zárkózott. Hamarosan lesz egy beszélgetés, egy találkozás, és akkor rendeződnek a dolgok. És ez volt a heti jóslásom, kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!